Star Wars kötetekért látogassatok el a szukis.hu-ra. Link a leírásban. A Vérvörös Birodalom egy hatalmas, 500 oldalas képregény kötet, mely előreláthatólag az utolsó itthon megjelenő, legendák idővonalat erősítő kiadvány, ugyanis 2021. decemberével megszűnik a Szukics kiadó licensze ezekre a kötetekre. A történet a Jedi visszatér, illetve a klasszikus Tron trilógia, illetve a Sötét Birodalom eseményei után veszi fel a fonalat, a főszereplő pedig Kier Kanos, Palpatine testőrségének egyik utolsó életben maradt tagja. Igazából a Szukics nem is választhatott volna ennél jobb történetet, ha arról van szó, mi legyen az utolsó itthon kiadott legendák kötet, ugyanis egy ízig-vérig legendák sztoriról beszélünk. Amellett, hogy számos utalást kaptunk más történetekre, mint a korábban említett Tron trilógia vagy a Sötét Birodalom, a régi Expanded Universe számtalan, tipikus történeteleme is tiszteletét teszi, mint például a klónozás, és olyan klasszikusan legenda szereplők is felbukkannak, mint például a szóló gyerekek. Ez a történet egyébként már nagyon régen felkeltette az érdeklődésemet, már jóval azelőtt, hogy egyáltalán bejelentették, hogy itthon is meg fog jelenni. Egyik kedvenc Star Wars tartalmakkal foglalkozó csatornám a Star Wars Explained készített egyszer egy videót, ami, ha jól emlékszem, 5 kötelező Star Wars képregényt tartalmazott, melyet mindenkinek érdemes elolvasni. A lista mind kánon, mind legendák elemeket tartalmazott, utóbbi felhozatalából pedig ez volt az egyik. Ezáltal nagyon örültem, mikor a Jedi könyvtár még ősszel bejelentette, magyarul is beszerezhető lesz ez a sztori, egy ilyen tényleg hatalmas, vaskos gyűjtemény formájában. Egy alapvetően három részből, három különböző sorozatból álló szagával van dolgunk, melyeket egy-egy rövidebb történet kapcsol össze, melyeknek az a célja, hogy megmutassák, mit csináltak a karakterek a történetek között. Ahogyan említettem, főszereplőn Kier Kanos, Palpatine testőrségének egyik utolsó életben maradt tagja, akinek célja, hogy bosszút álljon azokon, akik az uralkodó halálát okozták, ezáltal beteljesítse esküjét. Ez alatt az utazás alatt Kanos egy jelentős karakterfejlődésen megy át, és nagyon érdekes volt látni azt, ahogyan egy ilyen fanatikus ember szép lassan rájön arra, hogy mit is jelent igazán élni. Mindenképp a kötet legérdekesebb szereplőjéről van szó. A történet másik legfontosabb figurája Mirit Sin, az új köztársasági katonatiszt, akit újra és újra összehoz a sors, vagy ez esetben talán inkább az erő Kanosszal, és ha bár kapcsolatuk nem épp fenékig telj fel, egy igazi hullámvasút, újra és újra kihúzzák egymást a csávából, ami egy érdekes és izgalmas dinamikát eredményezett a két karakter között. Kiemelném még Nom Anort is, aki szintén egy utalás későbbi történetekre. Habár ebből a kötetből nem derül ki, és révén ez az utolsó legendák kötet, ami itthon megjelenik, nem árulok el nagy spoilert azzal, hogy ő egy Yuuzhan Vong, és már az inváziót készíti elő, ami habár én nem igazán szívülem azt az időszakot, vagy egyébként az egész Jedi visszatér utáni legendákat sem, egy nagyon hangulatos előrevetítése volt annak, ami ezután következik majd. Maga a történet egyébként korrekt volt, főleg a második rész volt tel is tele olyan csavarokkal, amikre egyáltalán nem számítottam, így talán azt mondanám a kedvencemnek a szaga egészét tekintve. Mivel a sorozat a 90-es évek második felében indult, ebből adódóan megfigyelhetők rajta a korszak képregényes történetmesélésének jellemző elemei, mint például, hogy amikor egy új szereplő jön a képbe, akkor részletesen elmeséli a motivációit, hogy az olvasó azonnal tisztában legyen mindennel, ami olykor elég megmosolyogtató párbeszédekhez vezetett. Emellett a rajzok stílusán és a karakterek megjelenésén is érződik az, hogy mikor a történet. Az első részben például, amikor a kiképzés alatt álló gárdistákat látjuk, szabályosan úgy néznek ki, mintha a Mortal Kombatból léptek volna elő. Ezek a dolgok mai szemmel nézve talán egy kicsit bugyutává teszik a történetet, viszont egyúttal szerethetővé és nagyon nosztalgikussá is. Még egy apróság, ami igazából valószínűleg csak engem zökkentett néha ki, főleg az elején. Nevezetek éretlennek, de nem tudtam túljutni a főszereplő nevén, amit így ír. Természetesen ez nem a történet hibája, csak egy nyelvi különbségekből eredő szerencsétlenség, viszont engem akkor is megmosolyogtatott egy párszor. Hasonló helyzet állt volna fenn a folytatás trilógiában is, a Rey-ről kiderült volna, hogy a szóló család sarja. Összességében véve tehát a Vérvörös Birodalom egy korrekt történet volt, ami méltó lezárása a legendák idővonal hazai történelmének ebben a formában. Az Expanded Universe rajongóinak mindenképp tudom ajánlani, egy klasszikusan ideillő és ilyen érzettel rendelkező sztori, megjelenése és exkluzivitása révén pedig bármelyik gyűjteménynek szép darabja lehet ez a kiadvány. Amennyiben felkeltettem az érdeklődéseteket a kötet iránt, akkor, mint mindig, a linket megtaláljátok hozzá a leírásban, ahogy az általános Star Wars kiadványokat gyűjtő Szukics oldalhoz is. Emellett kövessétek Facebookon a Jedi könyvtárt, ahol értesülhetek a legfrissebb hazai megjelenésekkel kapcsolatos információkról. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg, és csatlakozzatok a porkacserekhez az Instán, a Facebookon vagy Discordon, ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban, valamint a komment szekcióban is. És sziasztok! Az erő legyen veletek!